Pontosan hányszor lőttek rá, Gyuszi? Ú, de jó kezdődik. <laughs> Háromszor. Háromszor. Igen. És ez? Hát itt vagyok. Ragyogok. Mint És ott. én imádom, Igen. hogy itt vagy. Ha valaki nem tudna, hogy ki van itt, akkor elmondom. Nekem egy igazi barátom, Tehát akit úgy nevezel, hogy a barátod, de ő barát TH-val, Gyula, aki hát amellett, hogy még egy ilyen utolsó élő dinoszaurusz a 90-es évek és 2000-es évek elejének éjszaka életéből. Persze élnek még dinoszauruszok a gyúszén kívül, hála az égnek, de hát nagyon sokan elmentek már az ismeretségi körünkből, meg azok közül, akik ismertek voltak ebben a körben. Amellett egy fantasztikus költő, ez több alkalommal is, és több lemezemen bizonyította, több fantasztikus szerzeményben. Az egyik, amit ki tudnék emelni, a bóc a másik a... So az én személyes kedvencem egyébként a Sopron Kőhida című versed, és majd erre térünk, hogyha megengeded. Szóval a barát nem csak barátom, hanem egy nagyon érdekes figura, egy tulajdonképpen rejtőjenői regénybe, vagy egy kalandfilmbe, vagy egy akciófilmbe, vagy egy gangsterfilmbe élő figura, aki mozgalmas életének ellenére itt van közöttünk, és én most nagyon örülök ennek, és üdvözöllek. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy lettél te csibész? A, tudod, miért fontos ez nekem? Engem egyszer nagyon megragadott egy beszélgetésünk során, hogy bekerültél a javító intézetbe, és te nem ilyen voltál. Már hogy nem csibésznek készültél, tehát nem lettél volna csibész. Mindig mondtad, én egy finom ember voltam, de a körülmények azok másképp alakítottak. Tehát kibontott benned valamit ez a szituáció, amit esetleg te nem bontottál volna ki. Milyen érdekes, hogy a készségeinkkel hogy bánunk. Igen. Szóval hogy jött ez össze? Igen. De sokszor visszagondolok erre a történetre, az utamra, hogy vajon miért alakult úgy, ahogy alakult, és hogy mi is ennek az oka, illetve. És erről mi beszélgettünk sokszor, hogy. Igen. Igen, én valójában belülről egy rendkívül finom ember vagyok, bár sokszor nem látszik, de igyekszem. Megtanul az ember szőrösnek lenni. Ez az igazság, és ha megtanul szőrösnek lenni, és a világ elvárja, hogy szőrös legyen, akkor ő szőrös lesz. Akkor megadja Úgyhogy... a szerv. Igen, így van pontosan. Köszönni akarok először is Szia Lacika, szeretnék. Szia <Szíj>, én is szeretlek. Történek, hogy... Hát igen, e, azt tudni kell rólam, hogy én születésemtől fogva intézetben nőttem fel, és az meg különböző, e, e, hogy, hogy is mondjam... Struktúráit tapasztalat igen, igen, igen. Hát e, ugye voltam budai környezetben, ahol... E, Másfajta rezgések, másfajta tudáshalmazsal próbáltak ott engem nevelgetni, körmösök, meg egyebek mást próbáltak szorítani. Aztán voltam vidéki nevelő otthonban elég hosszú időt, az gyakorlatilag egy egész jó. Környezet alapok, igen, jó környezet, és jó alapokat adott a, a, az emberséghez. És aztán voltam különböző javítónevelő otthonokban, és aztán a későbbiek folyamán pedig ö, egyenes irányúan megérkeztem azokba az intézményekbe, amelyek már a felnőtt elitenciát kezelik. Amit úgy hívnak nyaraló. Ja, hát igen, igen. igen. <gül> <gül> és ö, mennyibe volt köszönhető az intézeti tapasztalatoknak az, hogy utána, amikor onnan kijöttél, elindultál ezen a fajta hát, éjszakai úton. Figyelj, az igazság az, hogy az ember, ha egy bizonyos környezetben és egy bizonyos ö, társadalmi struktúrában nő fel, annak a, annak a, a tananyaga lesz az övé, az ő életformája, illetve ritmusa, ami azt jelenti, hogy én egy olyan környezetben nőtem fel, ahol 20-30-50 gyerek volt összezárva, és itt azért valahogy meg kellett tanulni azt, hogy ö, megfogalmaz maga. Tehát az én a, a, az életrekertése azért az egy szükséges történet volt, hiszen minden gyerekben benne volt, benne volt ebben a verekedés, az üzleteléstől kezdve minden szírszar. És hát valahogy megtanultam megvédeni magam, sőt, fölverekedni ott a, a csúcsra, igen, a a tetejére, és akkor hát igazából valahogy így kezdődött, és akkor ebből származó kulturális alapok lesznek az embernek a, a további útján a kis a, 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 a haladás irány ennek ezt fogja meghatározni, mert olyan, olyan embereket vonz be a, a, a természeted, a viselkedésed, Hát a karmád. Hát a karmád igen. Szóval olyan, olyan alakokat, olyan társaságokat, és valahogy azokkal szimpatizálsz azokkal, vagy egy közösségbe, és akkor megindulsz azon az úton. De az az út, az nem visz olyan ö, ö, olyan ö, méltóság teljes ö, ö, megvalósulás felé. Igen, mert, mert azok nem képesek erre, hiszen ott mi a, a, az a benned lévő gyakorlat az, hogy jó szájba vágom, ha, vagy pedig. Ö, szóval elveszem, én, ha kellene. Elveszem, így van, hogy ha ha megtámad, akkor meg megvédem magam, és nem feltétlenül a jog útján, hanem amit én ott benn megtanultam, hogy. Heré rúgom a csávót. Ér, ez <laughs> hát szóra. ez egy olyan ö, megelőző viselkedés, tulajdonképpen tök érdekes, nem? Hogy az ember mindig egy pozíciót védelmez, ö, megelőlegezve egy bizonyos akcióval azt, hogy a pozíciót ne tudják megsérteni. De lehet. Igen, És közben én folyamatosan mondom, sértegetni akarják a pozíciót. Mindig a vége az alapvetően mindig valami. Igen, valami ilyesmű. Voltak a környezetedben ott az intézet évek alatt olyan figurák, akik még így ismertek, lettek a... Néhány. Éjszakai igen. életben? Igen, néhány Kötöttek van. ma ott ilyen barátságok? E hogy én velük kötöttem, mert nem Aha. generációs eltérések voltak sok esetben. Igen, azt hiszem az én generációmnak én voltam a... Vérvadója. A, a, igen. De igen. nagyon sokan voltak, nagyon sok emberrel találkoztam, akik akik az éjszakai életbe belecsúrantak, és ugye jelentős figurává váltak olyan értelemben, hogy azért volt szavuk, vagy... Igen. meghatásuk, hatásuk ezekre a történésekre. Ami nekem nagyon megragadó volt még veled kapcsolatba, hogy hát én először ugye hallottam rólad, tehát nekem volt olyan nagyon jó barátom szintén, aki együtt nyaradt veled, kempingezett, és ugye én először tőle hallottam rólad, akkor még el voltál, és később találkoztunk, mikor hazajöttél, de én sokat, tehát addigra már nagyon sok információm volt, és hát nyilván én azért egyfajta ilyen Frank éltem az életemet itt a 90-es évektől kezdve, tehát mindig ott voltam vagy a tűz körül, ismertem szinte mindenkit, akit ismerni kell, nem mondok itt neveket, mert tök fölösleges ezt mondogatni, úgy is tudja mindenki, hogy kikről beszélgetünk, de hát a nagy részével jó kapcsolatot ápoltam, el is fogadtak a maguk módján, tehát én azt érzem, hogy maguk közül valónak tartottak annak, ellenére, hogy én aktívan nem vettem túlzottan részt ezekben a dolgokban, mert nekem meg voltak a zenélésből a bevételeim meg nem voltam erre szorulva, de tebe éreztem jól magam, meg ennek voltam a szószólója, és róla nekem mindig úgy beszéltek, mint aki egy ilyen ö, mérvadó ember, ö, aki egy ököl, aki oda csap, ha köl, de számolni kell vele minden, de hogy egy ilyen teljesen, mégis valamilyen módon független ezektől a köröktől. Ez nekem nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy egy, egyfajta ilyen módon fogalmaztad meg magad ebben a világban, és aztán, amikor először találkoztunk, nekem már én akkor tudtam, hogy nagyon jó barátok leszünk, mert hát ugye az utcákon nőttem fel a nyolcai kerületbe, és aztán ugye oda keveredtem ebbe a világba, és e, nekem teljesen egyedülálló az a fajta intellektus, meg e, stíl, amit képviselsz ezek között, a figurák között, és most nem megbántani akarok senkit, mert rengeteg barátom van, és nagyon szeretem őket, és örülök a sikerüknek, és marha jókat nevettem sok emberrel, de az a fajta e, hozzáállás vagy intellektus, ami benned működött, az nekem nagyon mérvadó volt, és itt volt az, amit később visszaigazolt, amit mondtál, hogy én nem erre készültem. Hát igen, az igazság az, hogy gyereknek, képzelj, néztem egy filmet, egy háborús filmet, ez egy ilyen rosszul, hát gondolhatod, hogy a a, a 70-es években egy megrendezett ha? film, egy ilyen nyilas film, vagy a mit tudom, a kopjásdani, hogy belevágja a kopját a kábolásában, ez nem egy olyan, de engem rendkívül megrázott. Maga a harc és maga a halál folyamata az agresszió rettentő milyen megrázott belül, és, és néztem, és, és meg voltam rémülve gyerekként soha nem néztem hámorús filmet, és, és, egyéb dolgokat, mert, 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 valahogy én írtoztam ettől a történettől. De, és tök jó fej voltam. Mindig voltak olyan kis álmaim, hogy nem ilyen típusú, hogy, hogy bohóc ja, Így van, így van. Hát valami olyan, ami, ami, ami inkább ilyen... ilyen Épít. Meg, igen. Mert nem tudom, hogy épít-e. Belse... Minden épít, mondjuk, igen. a maga módja. módján. Na, 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 mindegy szóval, és akkor... Néhány euh, évvel ezelőtt elgondolkoztam azon, hogy hogy jutottam el arra a szintre, euh, lélekben, testben, fiziká, fizik, fizikai értelemben, hogy meg tudok ütni embereket esetleg, vagy éppen el tudok venni emberektől valamit, vagy éppen... És ugye elgondolkoztam, hogy milyen furcsa, hogy az ember azt gondolna, hogy nem képes képesne, és akkor mégis az úton, ahogy halad, eljut oda. Mik teszik ezzel az embert? Euh, mik váltják ki ezeket a folyamatokat? Elgondolkoztam, és akkor ezt egy sors sorsszerűségnek gondolom. Uh -huh. Valamiért ezt valahogy így kellett megélni. Nem véletlen kerültem be az intézetbe, születésemtől fogva, nem véletlen kerültem olyan környezetben, amely ezeket a hatásokat kiváltotta, annak ellenére, hogy egyébként egy finom lélek voltam. És hogy, ahogy növögettem, és hogy csatákban, ez nagyon fontos folyamat, ahogy csatákban részt vettem, azok mind valamilyen módon csodaszámba mentek. Olyan értelemben mentek csodaszámba, hogy számomra, mert mások számára nem csoda, hisz van, aki ebben él, és tök természetes. Igen. De az én számomra csodaszámba ment, hogy én abból pozitívan tudtam esetleg kijönni. Vagy nem olyan rettentő nagy sérülésekkel. És ezt úgy visszagondoltam ezekbe a dolgokba, és akkor azt mondtam, hogy hú, baszki, hát ez valamiért ezen az úton nekem végig kellett mennem. Talán a személyiségemet valahogy építette, vagy valami valamit története van ennek a dolognak, Abszolút. amit ma még nem tudok megfejteni. De ma már érzem és értem, hogy valami olyan dolog történt velem, ami elrendeltetett bizonyos értelemben. Uh -huh. És aztán volt egy... Az utóbbi időkben, akkor, ugye, most, mert nagyjából 20 éve nem vagyok ö, ö, aktív. Igen, <gül> igen <gül> nevezzük így. Igen, hát 20 éve nem vagyok <laughs> úgy és nem úgy, megpróbálok nem úgy reagálni a dolgokra. Voltak bizonyos problémák, amikor ö, részt kellett ebben venni. Valahogy úgy alakította az életet. csak Igen, hmm. így, így alakult. Spattam, Igen, és részt kellett benne venni. És valahogy úgy zajlottak a folyamatok, ez egy megdöbbentő dolog számomra a később visszagondolva. vagy úgy, úgy, úgy zajlottak a folyamatok, mint egy szerencsés, mint ha a sors rendezni ezt az egész történetet olyan módon, hogy te ebből biztos, hogy jól fogsz kijönni. Gyakorlatilag olyan volt például egy ilyen konfliktus, mint egy búra szállna rám, mint egy védelmi Aha. búra lenne rajtam, és lelassult körülöttem minden folyamat, és valahogy értékelhető volt minden. Láttam minden mozzanatát a történetnek, és amikor vége lett a történetnek, gyakorlatilag tokától bokáig mindenki véres volt, még én magam is. És mindenki azt mondta, hogy Gyuszi az meg azt mondja, meg vagy sérülve, hülye vagy azt mondja, megszurkáltak valamelyik minden. És akkor elkezdtük keresni a sérülést rajtam, mert ugye a, tudjuk, hogy az adrenalin az abban a... a sok uh, minden megold. Így van, így van. Nem, helyzetben. semmit nem, így van. És akkor elkezdtük keresni a sérülést, és egy darab sérülés nem volt, hát a mannyi úgy volt egy púpa fejemen. Uh -huh. És bazd meg, ö, bocsánat. A, és ahogy, ahogy ez a történet véget ért, maga ez az eseménysorozat, egy ilyen búra, mintha felszállt volna rólam egy búra, és így el. És néztem körbe, és olyan, olyan futurisztikus volt minden. Ilyen, bazd meg, na mindegy, szóval ez egy furcsa dolog. És volt ilyen kettő-háromszor egy ilyen esemény, amit én már le tudtam olvasni. Hát amit én már olvasni uh -huh. tudtam, hogy ez a folyamat, ez velem történik. Igen. És, uh, ez egy meditáció tulajdonképpen. Akár az is. Tehát a két kultúrkör között van annyiban nagy különbség, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör, az kívülről értelmezi a történést, a keleti filozófiák, a hindu a buddhista, a taoizmus, <laughs> az, az be, pedig bentről be, be, generálja. igen. igen. Tehát, hogyha mondjuk ilyen szemszöggel nézzük, akkor már a tapasztalati alapon a belső tárház tudatodból eleve tudtad előre rendelni a történések menetét. Oké, okay. ez egy. Ö, ö, ez csak ö, egy ez, felvetés. Igen. De most nézzük meg azt az eseményt, amikor például én voltam a, 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 a börtönben. Uh -huh. És ott valamilyen renitens feladatot hajtottam végre. Nem tudom, hogy miért, valamiért ezen a folyamaton átmentem sokkal magasabb szinten vertem a palávert, mint más. És a másik, aki kevesebb és alacsonyabb szinten verte a palávert, azt elvitték uh -huh. gyógykezelésre, és kapott olyan koktélt, hogy egy fél évig nem tudott beszélni a csávó, míg én ezt a koktélt nem kaptam meg. Ez egy roppant érdekes történet. Hogy ez is hogy történhetett meg? És egyszer oda hozzám, és beterorizáltak azzal, hogy na ide figyelj öcsém, hogyha nem bírsz magaddal, elküldünk a E imei? Az imeibe, -e, így van. És azt mondja, majd ott akkor rendbe raknak. És a faszom fog engem ott rendbe rakni az e imei. Mi? Mi fog történni? Nem tudtam felfogni, mert nem találkoztam még ilyen eseménnyel. Aha. Ismertem, hallottam már róla, hogy figyelj, ez történik, hogy szétlocsolják az ember agyát. Meg... de ez velem nem történhet meg. Ezt nem hiszem. Aha. És a mellőlem egy egyszer elvittek, és visszahozták, Két hét múlva. És nem ő volt. Hát úgy volt, mint a robotról is. Semmi, a nyála folyt előre, és egy aktív, egy kemény csávóról beszélgetünk, és ő, ö, 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 ilyen volt a csávó. Uh -huh. És na akkor egy kicsit elgondolkozom, hogy jó écsém, azért nem ártani egy kicsit a féket behúzni, mert ez az állapot nem azért, mert féltem magától az állapottól, uh -huh. hiszen úgy voltam vele, hogy már egy év akkor de kitisztulok, és rendbe leszek, nem, hanem a megalázottsága a történetnek. Aha. És ettől, ettől paráztam. A sérülékenységtől. Így van, pontosan, ami végig kísért az életedet. Így van, pontosan. Az intézettől, fog, tehát ez a ez a, ez a törés, hogy nem ez vagy, de a sérülékenység miatt, ez való legyen. félelem miatt meg ráterelőtti az új, so, Az útra sok sérülés meg csoda szám volt a 90-es években meg a 2000-es évek elején. Igen nagyon sok. Én őszinte Sok. leszek, nem akarok senkit megbántani, ezért nem fogok történeteket elmondani, Persze, hiszen ők, ezek a srácok engem tanítottak. Hát a konfliktusok, amikben én részt vettem, vagy amik, amik hatottak rám, és azok az emberekkel, azok, azok, hogy mondjam, nem volt, hogy ne ismernénk egymást. Ez az igazság. Aki meg nem ismerte a másikat, annak meg, meg volt a kapcsolódási pontja, hogy az ismerte, és tájékoztatta őt arról, hogy mire lehet számítani. Ez ugyanaz, tehát itt arról beszélünk egyébként, hogy a 90-es években nyilván nem totálisan ugyan a módon, de ez amit. Amerikában kózanosztrának hívtak, ez valamilyen módon létezett. Ez így van. Tehát a kózanosztra, a mafia, az mindig a saját köreim belül ez működik, és nem úgy van, hogy megyünk, és akkor, mint Kolumbiában, hogy lövöldözünk össze-vissza az ártatlan embereket, meg hanem nem? hanem van nem egy is. kör, ami üzleti érdekeltség mentén, hol összebarátkozik, hol meg összeveszik egymással. Sőt, nem csak és üzleti, üzleti érdekeltség egymásra. Így van, de nem csak Milyen üzleti érdekeltség érdekeltsége? mentén, ez egy nagyon érdekes dolog, mert. hanem a presztízs. Nem presztízs, hanem van szívük ezeknek az embereknek. Hát nagyon soknak emberek... van szíve nagyon soknak volt szíve, mert voltak olyan szituációk, amely se gazdaságilag, se semmilyen módon nem befolyásolhatta. igen, nem befolyásolhatta a döntésében, és mégis megfelelő döntést hozott. Nagyon, sok, nagyon sokan megfelelő döntést hoztak, mert annak idején emberként érintkezhettek az emberek, és megismerhették a belsőt. Az is egy rendkívül fontos dolog, hogy ugye valahol voltak, vagy ültek, vagy, vagy tök mindegy, hol milyen környezetben megismerkedtek, azért ezek az emberek ismerkedtek is, hát beszélgettek. Persze. Hát én nem, nem. az volt a ami ma már divat, hogy bemegyünk egy diszkóba és páváskodunk, és akkor ugye ha neked nagyobb a tollad, akkor oda baszok egyet, vagy pedig leszúrlak, vagy mit tudom én 67 ö, 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 társamnak telefonálok, vagy... Szóval Igen. Én, nem az volt, hanem azért beszélgettek is, az emberek azért az érdekes jelenségek egymásra felfigyeltek, akkor valamilyen módon szóba keveredtek egymással, és az értékek valamilyen módon megcsillantak, vagy pedig a bűnök. Igen. Abszolút. És érdekes. amikor ez a, ezek a dologok valahogy ö, 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 karakterek, ezek a, az a srácok valahogy ö, szimpatizáltak egymással, egy későbbi konfliktusban, már nem mentek úgy olyan mérvűen egymásnak, hanem beszélgettek. Hát felhívták egymás gyere ide, beszéljük meg, hogy meg mind. Ez egy nagyon fontos történet, mert ez ma már nincs meg. Ma, ma, ma az történik, én azt gondolom, és tehát nem csak ma, hanem inkább a múltban, mert a, a mostanban már, már nem működnek ezek a hát dolgok. Ez... Igen, szórakozai összeveszések vannak, viták, hogy a Béla ránézett a csajomra, a Pista, <laughs> igen, a Pista így, meglökte a poharamat, érted? És ebből fakadóan érted, megindul, mit tudom én, 50 ember, és akkor először hárman rászólnak a Bélára, a Béla telefonál, visszajönnek negyvenen, a, és akkor kialakul egy olyan konfliktus, amiből a végén egy olyan típusú eseménysorozat jön létre, amit szurkálásnak hívunk, lövöldözésnek igen. hívunk. Ha nem volt a, semmi, de jó de, volt. Igen. és a, De ezt nézd meg, hogy régen ilyen nem volt. Hát, hogy régen nem, nem, nem úgy ment a történet, ahogy hogy, ö, egy ilyen per patvarból volt. Tehát a csajokat egymás feleségét lopkodták el a csávok, és még abból se csináltak a rettentő nagy problémát, mert azt mondták, hogy baz meg a kurva a hibás ez miatt, a dolog miatt. Ha egy ismerős vitt el a csajt, az meg azt mondták, menj a kurva anyád, egy köcsög vagy, is kizárták. Igen. Ma ebből gyilkosságok vannak. Ebből... Akkor üzleti akkor üzleti események voltak, amelyekből kialakult az, hogy és azt is hosszan próbálták egymás között megbeszélni, és ha nem tudták, akkor a sunyi és a, 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 a ravaszabb, a, a, a támogatottabb akár ö, magasabb felső szinten, erők által így, ne, kísért, igen, kísért igen, így, jelenség. Van. Akkor azok a srácok ö, léptek egyet. Úgyhogy, De igazából nem volt ö, ö, nem megfogva az éjszaka keze. Azt is tudni kell, hogy gyakorlatilag az éjszaka az egy hátulra rendkívül módon, ö, hogy mondjam, ö, koordinált történet volt. Ugye mi az, ami rendkívül befolyásolja az embert? A pénz. Ha pénzhez csak úgy jutsz hozzá egy gazdaságon belül, hogyha engedélyt kapsz arra, hogy ezt te csináld. Igen. Na most, ha én megkapom az engedélyt arra, hogy én ezt csináljam, hiszen három perc alatt levadászható vagyok, hiszen tudják, ha te tudod, akkor, akkor, mindenki, akkor, tudja. akkor mindenki tudja. Persze. Na most ezek a koordinációk hátulról ö, szisztematikusan történtek. Ennek okai voltak. És hát így engedték ezeket a történeteket, a srácokat pénzkeresni, de koordinálva volt minden. Hát szükség volt erre a körre, most meg már annyira nincs. Hát igen, a 90-es Abba évek... Abban a formában. A 90-es évek, illetve a 2000-es évek az egy olyan történet, amikor gyakorlatilag egy demokrácia alakul a, Igen. És a demokratikus rendszernek gazdaságot kell létrehozni. Egy önálló gazdaságot. Ugye voltak a régi érdekek, amelyek próbálták magukat tartani. Megszül, jönnek az új érdekek. És van ezeknek van. az ütközésén belül létrejönnek a gazdasági harcok. ugye De meg megteremtik a saját bandáikat is. De ugyanakkor rendkívül fontos, hogy ők tisztának kell, hogy látszódjanak. Ami azt jelenti, hogy én, én rendben vagyok velem, nincs gond. Viszont az pénz áramlatoknak meg lenniük kell, hát a bevételnek lenni kell. Kire lehet akkor ezt a dolgot rábízni egyetlen egy egységre? Az alsó kasztra. Azt mondják, Igen. hogy gyertek, srácok, akkor nektek adunk egy bizniszt, leteszitek a 30 vagy az 50 százalékát, az 50 százalékat elvétek, azt csináltok, amit akartok. Ilyen meg olyan hatalmatok van, ha... Bizony, és kész. Ezek a srácok viszont meg egy idő után eltorzultak, azt hitték, hogy ők szarták a spanyol vihaszt, ez az igazság. Igen. Nem tudták ezeknek a jogászoknak, ezeknek a, ezeknek a nagy tudású politikusoknak, vagy, vagy üzletembereknek, nem tudták a tempóját felvenni, és gyakorlatilag áldozatai lettek a történetnek. Pontosan, hát tulajdonképpen rájuk bízták, és utána rájuk verték. Ez a lény, pont ez történt. Na hát ott tartottunk, hogy hogy működött itt a magyar éjszakai világ. Hát igen, ebben volt egy alapvető különbség hogy Amerikában volt egy olyan szakasz, meg Olaszországban talán még mindig van, hogy a, a szervezet bűnözésnek vannak emberei a politikában. A magyar dolog annyiban különbözik, sarkosan, hogy a politikának voltak mindig emberei Ennyi. a magyar bűnözésben. Ennyi. Tehát igazából a, a polipnak a feje az mindig visszanyúlt, Nem tudtak volna működni rendőri háttér nélkül. És ezért voltál talán Renegát, Igen, sajnos meg, én nem tudom. Meg egy szabadharcos, egy Ronin. Valami mert ehhez is. nem akartál tartozni. Van még egy barátunk, akit számokban sokat emlegettünk annó, úgyhogy van. nyugodtan kimondhatjuk a nevét, a Gyurma, Ugye, ő is aki van, szintén karantel. ezt a vonalat képviselte, és ez, ez valamilyen módon be is kalibrálta ezeknek az embereknek a határait, hogy meddig tudott eljutni ezen a dolgon belül. Különben, hát, Neked azért, valljuk be, nagyon meghatározó életélményed a börtön. Tehát, van, hogy ez, az mennyit van. voltál pontosan? Én tudom csak Nem, nem tudom megmondani. Meg, 5-10 körül mondjuk Aha. így, és akkor nincs benne hazugság. 12-13-14. Nem fogok utána számolni, 20 év eltelt, hogy és 23. És hogy ott nagyon sok mindent megtapasztaltál, mert megtapasztaltad tulajdonképpen. Már rendszerváltás meg volt, de még annól a kommunista... Jellegű igen, igen, rendezkedést, igen, igen. és talán átértél oda is, amikor már egy Ez így van. demokratikus jogállamnak mondható börtönben voltál, ami mondjuk nem a, olyan, mint egy svájci vagy egy német. Nem, de próbáltál alakulni. Próbáltál próbált, alakulni. Igen, próbált át alakulni. Ez milyen, uh... Hát a börtön éveim úgy kezdődtek először is, hogy valamilyen, mit tudom, én, talán egy piti lopásnak köszönhetően bekerültem, és akkor. Valahogy a bíróság úgy látta, hogy én egy veszedelmes bűnöző vagyok, talán lehet, nem tudom, 18 éves. És adott kettő év börtönbüntetést. Ez illetve még egy, egy előző. Ez még a, a kommunista így van, ez még a kommunista gondolkozás eredménye így van. És hát nekem a legnagyobb élményem egyébként itt voltak, amikre, a, amik megalapozták azt, hogy a, az én karakterem mégis milyen vagy, hogy én ki is vagyok valójában, illetve hogy én is így találkoztam magammal, hogy ki is vagyok, mert egy ilyen felnőtt-szorított helyzetben, ahol 40 ember retteg, és ez az egy kis csávó nem retteg, de nem azért nem retteg, a tudatlanság az, ami egyébként ezt életre kettett, ezt a nem rettegést. de mindegy, hát bekerültem ott a, a dutyiba, és akkor ott a, a tagok, a nagy darab Tűzők ott nyomultak, nincs meg nézd, atya úristen, ez mekkora ez, úristen, itt beláttam meg, hogy na mindegy, a lényeg a dolognak az, hogy ott, ott rögtön a konfliktusok, mert én, mert én azért finom lelkű voltam, annak ellenére, hogy kész voltam bármire, hogy már akkor ott megtanulom, ez egy új rendszer volt az életembe, bekerültem, az intézetben, meg kint a diszkókban már tudták, hogy képes vagyok megvédeni, magam elfogadták a finomságom, itt azonban nem. Uh -huh. Itt vére értették, igen, a kedvesség egy gyengeségnek vélték. Igen, igen, és rögtön úgy indult, hogy az első napon egy e, ilyen kajaosztásnak köszönhetően, nem is az első napon, talán az első napunkban az, a kajaosztásnak köszönhetően hoztak túrós tehát jó, nagyon finom volt, megettem fejlődésben lévő szervezet, és akkor a, számolták az adagokat, hogy mennyi, ahogy hívják, és amikor letett, a fölcsapták a tátikát, és végés a, a szerencsétlen szőlős nagydarab nagy cigány gyerek, aki utoljára adta volna ki a csajkáját, mert jó az árka felelős, és neki ma jó megrakták volna a túros tésztával. Hát a szerencsétlennek nem, hát gyakorlatilag rácsapták a tátikát, össze is hajtódott szinte a, a tátikája, az egy ilyen ö, fémből lévő valami lassan. Hát és akkor üvöltözött mindenki, hogy mi, mi történt. A kint az őr mondta, azt, hogy beadtuk az adagot, vége sziasztok, és húzták el a kocsit. És mindjárt elkezdték nyomozni, hogy ki volt az, aki kettőt vett fel. Hát én voltam az a szerencsétlen, mert ugye pont akkor volt a voltam. Éhes voltam. fölvet, mondom, hogy én voltam, elnézést. Uram, mert én akkor ott bent uramoztam mindenkit, hiszen meglepett maga az egész környezet, és akkor mondja, hogy mi a kurva anyádban kis köcsög így meg úgy. Az ugye ezért tudod el lesz számolva meg. És nem tudtam, hogy mi az az elszámolás. Meg ugye éreztem az agressziót, mondom, hát jóval mondom. Pofonnál kaptam, úgyis ki fogom bírni, nem egy nagy probléma. És akkor valahogy ő megszerezte a maga adagját, a lényeg az, hogy megették a kaját, és elkezdték lepakolni elém a csajkákat, ez a csávó is ott állt, és azt mondja, hogy a kis köcsög, azt mondja, elfogad itt mindenkinek most a csajkáját. Hát mondom, uram, azt azért nem, mondom. A, a magam kis tányérját azt elmosom, de a, az önökét azt mossák el önök, hiszen kettek belőle. És mi te kis majom, és hát ilyen kecskelábú asztal, egy ilyen, tudom, két méteres áp, két és fél méteres asztal másik oldalán állt, aminek, mit tudom, 60-70 cent is a a, 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 fesztávja, vagy hát a, a szélessége. És hát akkor mindjárt onnan rám akart egyet csattintani, de hát ugye, hát én nagy csiba volt, mert fiatal srác voltam, én meg az utcán is már azért tettem, vettem a magamét. Hát kihajoltam, és felálltam, és automatikusan bebasztam neki egyet. Na de hát mondjuk 60 kiló voltam, nem igazán rendítettem meg a gyereket, inkább meglepett mindenkit, hogy én bebasztam ennek a csámónak. Na és akkor az asztalot borult föl, meg minden, és akkor lontott rám a csávon, meg én bebasztam neki egyet, és oldalra léptem, és mondom, akkor ugye eltötyögök vele, hát mondom, majd előbb-utóbb is meg fogom tudni rúgni az arcát, attól mindenki lement eddig, akinek megrúgtam az arcát, Aha. mondom, majd úgyis megrúgom. És ez még a Bruce Lee Ez még a Bruce Lee korszak. Ez, a Lee korszak. ez <laughs> így meghatározó fontos, volt ezt, ez. Így, és ez is annak köszönhető, hogy erről mesélek mindjárt külön. Jó. Hogy, hogy, hogy táncogattam oldalról kaptam az egyik csávot, egy taslét Hát mondom, ez nem hiszem a akkor arra is megpróbálok egyet ráküldeni, és akkor ahogy azzal is megpróbálok, meg a másikra is figyelek, hogy átverekszik magát az asztal romokon keresztül, hát még egy taslit kaptam, akkor megértettem, hogy itt aztán teljesen esélytelen, úgyhogy még amennyit tudtam, gyorsan leszortam, és akkor jó szétrúgdasták a fejemet, meg minden, és akkor jó, hát gyakorlatilag meglettem szépen vermelett, hatalmas timom lett, meg minden, de nem mostam el a csajkát, Úgyhogy és, és ez nem. az, ami számít. Nem, nem? nem, egyik se számít, nem az a lényeg. Jó. nem tudom, az adott helyzet. Az adott, igen, valahogy így alakult a történet, és akkor de a lényeg az, hogy ezek megértették, hogy ez a csávó nem fogja adni, Sírtam egyébként, őszinte leszek, fiatal gyerek voltam, és annyira mélyen bántottnak éreztem magam ebben a szituációban, hogy legalább egy ember volt voltam meg, hogy, hogy valahogy a dühönben belülről sírtam. Igen, értem. És megérve jöttek oda, és beszélgetni akartak utána vele, mikor megértették, hogy, hogy, hogy mert fölemeltem a kezem, és mondtam, hogy uraim, vagyjuk akkor az egészet, és még akkor két háromszor rám basztak, is, és akkor is mondtam, most miért kezd csinálni, mert megadtam magam meg minden. És a, valamit láttak a szememben, hogy valamiért én ezt nem adtam meg. Hát, hogy igen. csak annyi történt, hogy a helyzetet felismertem, és... És mondod. Igen. Amit és a, a helyzet akkor... kíván, de nincs vége. Igen, pontosan, és akkor nem is engedtek gyúrni, hát és akkor nekiálltam tornázni, és azt mondtam, hogy ezeket szét fogom ütni, ezt a három köcsögöt, mondom, ez engem nem érdekel, érted? Na és akkor stb. Csak a lényeg az, hogy azért, e, igen, hát esténként gyúrtam, megettem a kenyeret, amit az asztalon ott hagytak, a kávét megittam a cikória kávét, ha valami gyümölcs darabot volt, azt megettem, hogy fejlődjek, és gyúrtam este, mert nem engedtek nappal gyúrni. Aha és hát lehettem olyan 70-73 kiló, és a tárgyalásra készültek az emberek, mindenek közben nem nagyon szóltak, én meg én nem nagyon beszéltem, hozzám szóltak, és akkor mondtam, jó, hagyjanak, nem, nem akarok én beszélgetni. Berülről a belülről a düh azért ford bennem folyamatosan. És akkor elment, mert az egyik kettő bűntárs volt, elmentek ezek tárgyalásra, és akkor újra kialakult egy konfliktus azzal az egyik emberrel, aki nekem egyet bebaszott, és az azt hitte, hogy ő nyerekbe ül, és akkor mondta, hogy kis köcsög, azt mondja, hogy az orvos, akkor felálltam, és akkor történt, tök csendes oda hozzá, és akkor mondta, a gyere álljá, fő, mondtam neki, hogy na gyere, mondom, hogy be, 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 be De akkor már megtanultam én is úgy beszélni, hogy ők akkor belebaszokott a fejedbe. És akkor felállt a csáv, és akkor tényleg bele lehet, baszva a fejébe egy, és akkor... <síns> és ez megjegyezte. Akkor... de mindenki megjegyezte, mindenki látta, hogy jó, hát a kis csáó az izé. És akkor megérkezett a vissza az árka tulajdonosa, így nevezem őt, mm -hmm. meg a, 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 a címborája, és akkor látták, hogy izé van. És akkor tudtam, hogy ebből konfliktus lesz, és akkor én a bugy, bugyli bicskámat azt már ö, kihegyeztem, teljesen mm -hmm. kiéleztem, és ö, úgy voltam vele, hogy bármi lesz, mondom, én itt most ezeket akkor megvagdosom, megszurkálom, tudod. És nem kellett végül is, mert megértették. Hát ugye először kérdezték, mi van, ki, melyik volt, ki volt, kö, köcsög, mit kér, és akkor felálltam, hogy kurva anyádat, mondom, téged is szétszurkálnak meg minden. És mellé álltak egy páran srácok. Szóval leugráltak az ágyról, akik velem szimpatizáltak, és gyakorlatilag megértették, hogy itt palota a van, hogyha nem nyelik be ezt a történetet, Aha. akkor rábasznak csúnyát. Igen. És akkor megindult egyfajta másfajta kommunikáció az én irányomban, akkor már kicsit úgy odafigyeltek rám, nem nagyon Néhány dologba kikérték esetleg a véleményemet. Amit nem értettem, hogy miért teszik, mert egyébként nagyon nem volt mit hozzáfűznöm a Aha. dolgokhoz. Úgyhogy valahogy így kezdődött a történet. De sok helyet megjártál. Hát később rengeteg a... helyet megjártam. Hát amilyen... Legendásnak mondható a Sopron köhida Erről vers is született, igen, hát ami Sopron. nagyon uh, nagy hatású költemény szerintem. Köszönöm. Annak is szántam egyébként. Ö, ö, szerettem volna, hogyha az emberek tudják, hogy ott mi történik lelkileg, hát a lelki folyamaton, hogy mit, mit megy át egy ember. É, igen, az egy drámai környezet Sopron Kőhida. de egyébként mindegyik börtön drámai környezet. Ö, a... Sopron könyvnára törött lábbal érkeztem meg, fogózendülés után. Ez... Arra majd térjünk ki, hogy egyébként a 90-es években volt egy ilyen egy, fogolyzendülés, igen. ami pontosan hozzád köthető, nem? Igen, igen, igen. Erről igen. szerintem, ha mesélsz egy picit, azt megköszönik itt a nézők. Jó, oké, mesélni fogok róla. Hát a következő a története Sopron Köidának, Megérkeztem Sopron a törött lábbal a törött láb meg egy fotbal eseménynek köszönhető, szerettem sportolni, abban az időben már azért rendkívül erős voltam, hát a, a napi négy-öt órás edzés azért az komoly, komoly fizikai állapotot hozott létre. De verekedni úgy nem tudtam, ahogy nem egy képzett úgyos voltam, igen, egy, hát nem egy 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 képzet, igen nem egy képzett harcos voltam, de aki belém kötött, az arra letéptem a karját, vagy mit hmm. tudom én. Hát ez kell... az, amit beszéltünk, hogy nem feltétlenül az győz, aki a jobb harcos, hanem aki tovább hajlandó elmenni. Egyszer igen, valami, igen, hogy ki, igen, aki igen, a végletekig képes elmenni, az győz. Meg szerencsém volt ebben is. Őszinte hmm. vagyok. Hát az égiek valamiért vigyáztak rám, érted? Tehát, hogyha bebasztak, nem sikerült pont úgy bebaszniuk érted, mit mondok? Aha. Aki meg tudott pleknizni, az, az csak annyira tudott megpleknizni, hogy uh, uh, egy dudor keletkezett a fejemen, érted, tudok? Hmm. És én meg rárontottam, és akkor uh, uh, szóval Mindegy. Én, egy, én azért, azért mondtam neked ezt az elején a beszélgetésnek, hogy én nem az én érdemem sok esetben az, ami velem, ö, ami engem valami vétett, hanem inkább azt mondom, hogy egy ilyen... A dolgok alakulása. A dolgok alakulása. Az együttrezgés. Így van, pontosan. pontosan. Mert végül is ez csak tánc. Ez így van. Olyan szörnyűnek tűnik sokszor, és hogyha az ember belegondol mélyebben, akkor csak egy ilyen tánc, amit együtt járunk. Másik nélkül létre se jöhetne, nem? Ez így van pontosan, és ezért tisztelem mindazt, az, mindazt a srácot, mindenkit, aki, a szíthet, aki mindenkivel. Akivel vitáim voltak, vagy bármi más. Ezeket mind imádom és szeretem, mert közösen tettük azzá az életünket, ami. ami. Ennek a gyönyörű leképzelése sportszerű körülmények között az ökölvívás. Így van, van, pontosan. A sport maga gyakorlatilag igen. És ezeket rendelően a mai napig, hogyha valamelyik ifjú, valamelyik ilyen Fiatal történelmi, történelmi, történetemből lévő srác elmegy, mert most már abba a korban vagyunk, azért én is közel hatvan vagyok, ezek a srácok is 50-től 70-ig vannak. Ha valamelyik eltávozik, akkor én még akkor is, hogyha nem voltam vele rendkívül jó viszonyban, vagy esetleg éppen rendkívül rossz viszonyban voltam vele, én akkor is tisztelettel adózom, meggyújtom azt a gyertyát otthon, elengedem, hát, mert az én utam része volt, valamire megtanított. Tehát, volt egy srác például, aki szerencsétlen körülmények között találkoztam vele, és megalázott, tehát megvert. És én nagyon sokáig készültem a bosszúra és a srác meg menekült ki ezekből a történetekből, okosan. Közös Igen, igen, igen. De és, a, és a végén oda jött hozzám egy szituációban, és akkor azt mondta nekem, azt mondja, az meg azt mondja, Gyuszi, azt mondja, nem tudom, mit csinálják, azt mondja, mondd meg, kitőjek meg, és akkor, és akkor mondtam neki, hogy hülye vagy, mondom, az meg, de nem kell senkit megölni. én a magam dolgait rendezem, én nem gyilkos vagyok. És mondom, ez az a pillanat, amikor megértem azt, hogy, 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 hogy te bocsánatot akarsz kérni. Igen, és mondom, most nem haragszom, innentől nem haragszom rád, érted? De nincs veled közösségem, érted? Mert nem vagy az a platform, nem utazunk azon a szinten, érted? Nincs semmi gond, érted? Tehát ennyi, felejtsük el, innentől nem üldözlek a, a, a bosszummal, érted? Mert azért Aha. nagyon sokan benézték a csávot, és sokan kiálltak mellette. Érted? Mm. És pont az uh, vitte az ő, ő rakétáját olyan magasra, hogy ő elmondhatta, hogy én nekem bebaszkodott. Nyilván a körülményeket nem úgy mondta el, nyilván ezeket, de ezeknek nincs jelentősége, mert ugye mindig az, ami ami tényszerű. Ő elmondta azt, hogy ez, na mindegy, szóval. Igen. De uh, hol is tartottunk az A sopronkölyhidánál. Igen, a sopronkölyhidai megérkezésem, uh, megérkeztem sopronkölyhidánál. Nyilván már akkor egy. Uh, egy hírhet figuraként érkeztem meg, hiszen akkor már a több börtönben is csináltam fogózendülést, begipszelt lábbal, szerettem a sportot, focizni nem tudtam, ez egyébként majd a gyűjtő. De akartál. De rendkívül, akkor igen, igen, és hát ráléptem a labdára, és ráestem a fejemre, meg a lábamra, gyakorlatilag nem tört el a lábam, csak olyan helyzet adódott, amiért be kellett gipszelni. És én így érkeztem meg Sopronkai, és akkor megérkeztem Sopronkéden, hogy azt mondták, nekem, addig én nem vágtam, hogy ilyen létezik, azt mondták, hogy jó, azt mondja, barát, álljon oda. Rámutatom, honnan faszomból ismer ez engem, mondom. Jó, azt mondja, eljön oda. Odaálltam, és akkor azt mondja, na ide figyelj. Azt mondja, ez itt nem, jó nem ez, nem az, nem Sándor, ez nem, ez Sopronkő ide. Itt úgy megverünk, hogy beszarsz be, úgy azol. Eltörjük a másik lábad is. Ja, nem, először mondja azt, hogy jó, mi van a gipszben? Hát mondom, valószínű, hogy egy sérült láb. azt mondja, mi a kurva anyád, azt eltörjük mind a másik láb. Atya úristen, múlva kerültél, mondom, a Mondom, ezek képesek. De nem hittem benne. Néztem az energiájukat, de úgy voltam vele, hogy itt a tömeg előtt bebizonyítják, ezért én visszahúztam egy kicsit a szarvaimat. Aztán ott voltak kialakult konfliktusok a személyzettel, vagy az állománya, Igen. amiket meg tudtam úszni, nem tudom, hogy mi, ezt, ezt se tudom elmondani, hogy miért. Te, tehát én megúztam, mások nem úszták meg. Különben szerintem te egy csomószor ilyen zenbe cselekedtél. Mindig mondják, hogy az igazi tudás az a zsigeri tudás. Tehát mikor már egy gondolat megelőzi a cselekvést, az már nem tudás. És abból, amit mondasz, nekem nagyon sokszor ez jön, én hogy ilyen zsigeri tudással jönnek így. a dolgok. Igen, ez. Tehát ez valami ősi e, tudás, ami érkezett veled? Valószínű egyébként, hogy igen. Meg hát azért a lenyomatok azért ott volt. Nagyon az út komoly van. út. Hát igen. Egyébként nagyon komoly út most visszagondolva, mert van családom, és e, e, van való Ez egy rendkívül fontos. Ez valós. egy nagy változás volt a gyerekek érkezése? Nagy rettentő nagy változás. Hát magam sem de? tudtam. hát Nem ismertem olyan érzéseket, Olyan e, érzéseket kellett... E, Felnevelnem, megismernem, találkoznom velük, amiket ö, rendszerbe kellett rakni, ö, át ö, a megfelelő helyére mindent pakolni, és, és létezni ebben, hát, ö, és nagyon sokszor elfutottam volna, azt mondtam, szívem szerint elfutottam volna, de azt mondtam, miféle ember vagy, hát nem történhet meg. Mondom, egy férfinak az a feladata, hogy a, a gyerekét nevelje. Érted? Tehát, hogy ott legyen mellette. Nem lehet tudni, hogy mikor van rá szükség, lehet, hogy húsz évig nem lesz a a szükség. Igen, és nem lehet tudni, hogy De... meddig tud ott lenni. És nem így van. Így van. És csak és, és, igen. Ott ma reggeli gondolatom volt, hogy az emberek minden ébredés után, vagy minden lefekvés előtt tisztáznák ezt magukkal, hogy a következő pillanatban az életük abban a formában véget érhet, bárminek a folytán amit ami ilyen formában ismerték. Tehát nyilván a tovább gördülés az működni fog a tapasztalatiság alapján, de az élet abban a formában, hogy én ismertem, megszűnik. Teljesen megváltozna az emberek viszonya egymáshoz. A politikától kezdve Ingen. a kommunikációnát, ez az egymáshoz való fordulás Lehet, hogy lennének olyan esetek, hogy valaki azt mondja, hogy nincsen, csak egy pillanatom, akkor megölhetek bárkit, mert sokszor fölmerül ez a gondolat, hogy, hogy uh, akkor drogozok, meg azt csinálok, amit akarok, de akkor a következő gondolat már az, hogy de ha ezt csinálom, ez öröm. nem örömteli. És ha bármikor elveszthetem azt, amiben létezem, mert el fogom veszteni így is, úgy is, de bármikor elvesztetem, akkor tulajdonképpen nem érdemes bántani senkit és semmit. Nem Teljesen vagy. megváltozna minden. És a gyerekek erre nagyon képesek fölhívni a figyelmet, hogyha az ember apa vagy anya lesz. Igen, gyakorlatilag nagyon jól látod ezt a történetet. A napokban gondolkoztam el azon, és tök ezek, hogy a belső családi állapotban, a belső családi szférában a gyerekeket, és magunkat szeretetre próbáljuk tanítani, de kint az utcán valahogy ez másképp képződik le. Hát mikor a gyerekek felnőnek, kimennek az utcán, Bekerülnek a többiek közé. Igen, és ott meg egy vadállapot, tehát ö, 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 fajul ez az egész történet. Ez nyilván, ezt őszinte leszek, én ezt azt gondolom, hogy az emberi kulturális tudatlanság hozzaléte. Tehát az adott kultúrának, amiben benne van, annak a tudatlansága léte. Nem is maga a tudatlanság, mert a kultúra tudja, hanem inkább azoknak az embereknek a tájékozatlansága, akik kerülnek, így van, a mi butaságunk. Ezt a mi butaságunk hozza létre. Azt az energiamennyiséget, amelyet ők erre a, a külső arcra elpazarolnak, és ezt őszintén teszem, most nézzük a zsiványságot. De utána nézhetünk bármilyen más állapotot. Azt a mennyiségű energiát, amit arra elpazarol, leüli az éveket, ö, fáj neki ez, fáj az, ö, ö, egyszer harcos, egyszer gyáva, egyszer tökéletes, azt a rengeteg mennyiségű energiát, annak a felét, még a negyedét sem kellene megmozdítani egy céltudatos rendszerben, amiben azt mondja, hogy én most szakember leszek, mondjuk mondjuk egy kitűnő ács leszek, vagy mondjuk doktora leszek a, mit tudom én, minek a sebészetnek, így vagy Negyed annyi, negyed annyi energiában nem kerül, és magasabb szintre jut az ember, míg benne van egy ilyen tudatlansági állapotban, amelyben vergődik, gyakorlatilag a fallal birkózik, mert beütötte a Igen. kezét a falba. Hát nem megtanul a faltól elállni, hogy ne be a kezét, vagy olyan mozgást végezni, hanem erőszakosan neki ront a falnak, mert neki fájdalmat okozott. Tehát valami ilyesmi, és ez azért van, mert nem tanítanak meg minket. Tehát nem mondják el nekünk ezeket a dolgokat. Hát ezt mondja a butha egyébként. Egy apa is hogy az avidja a nem tudás, az a szenvedés okozója. Így van. Hogy nem tudod. Hát, amit mondasz, hogy valaki képes ezért 5-6 éveket, meg tizet, meg verekedni, gyilkolni, vagy akármit csinálni, hogy lényeg, legyen 6 hónapja, ami amikor igen. egyszer volt 10 millió forintja. Ez szörnyű egyébként, gondolj bele. Az... És borzama És nincs, aki elmondja. Hát, hogyha bekerül bárhol, bármilyen környezetbe kerül. Érted? Tehát most a, mondjuk egy adott szituációban. Beszéljünk mondjuk abból a közegből, amiről én kijöttem. Vagy amiben nem is jöttem amelyiknek máshogy élem már azt a környezetet. Hát ezek a, a, a srácok, hát van szeretük, gyerekeik vannak soknak, van félteni valója, és elveszíti Hát ő azt mondja, hogy azért csinálja, de nem azért csinálja. Nem. Mert ha tudna, hogy azért csinálja, elgondolná azt, hogy vajon mi történik, hogy ha valami baj lép fel. A rendszer mindig erősebb, mint Még. én. Hát a rendszer, a rendszert kiátszhatom egyszer, kétszer, de a rendszert, ha folyamatosan kiátszom, a rendszernek nagyobb a súlya. A mérleg elbillen, a mérleg nyelve, megtörténik a, a, a Mind dráma. Mindig az a vége. Így van, megtörténik a dráma. És ha ezt nem érti meg valaki, és csak ezt csinálja, és ő azt mondja, hivatkozik erre, hogy a, a családjáért csinálja. Nem igaz. Nem azért csinálja. Önzésben. Önzésben csinálja. Igen. A család, a szeretet, a, 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 az egy rendkívül, az, a, nincs annál erősebb fázisa a létnek, mint a szeretet. Tehát az, Így, a, az a legerősebb. A legerősebb. Az az gyakorlatilag a szeretet, az egy körültekintő történet. Tehát a szeretetnek az a feladata, hogy e, értékeljen, hát bevonzon és kiadjon. Hát a szeretetből kibocsátok, és a szeretetből befogadók. És a hát abból fejlődök. Így van, így van. Hát, hát ezt ez... mondta Jézus. Jézus üzenetében ez a legfontosabb. Meg, a, hogy ha megnézed, miben vagy sikeres az életedbe? Amit szeretsz csinálni. Így van, pontosan. Tehát ha nincs szeretetben, benne, nem Te fog van. működni, és amit ez Tess a gangster életre visszatérve hatalmas jó. nagy Gondolat, Egyébként a Michael Francis től hallottam, aki a Colombo családnak volt az egyik legnagyobb sikerű kapitánya, hogy az a baj az emberekkel, hogy nem, a, nem nézik végig a gangsterfilmet. Valahogy a végét sose akarják memorizálni. Tehát mindig csak addig nézik, Igen. hogy bemegyek a kopakabánába, mindenki fél tőlem, mú, enyém a hatalom, enyém a... A végét sose nézik. 600 év börtön, lelőtték itt, megölték ott, túladagolta magát, és a többi. Lassan a végéhez érkezünk, és én azért uh, szeretnék a versekre kitérni. Jó. Uh, hát itt van ez a könyv, ez a te költeményeidet tartalmazza. Én személy szerint imádom. Tehát nagyon sokat meg is zenésítettünk, és remélem, még meg is fogunk. Uh, annyiról meg így mesélnél, hogy hogy jöttek a, a, versek? Hát mondtam, hogy én értem, értelme mindig meg volt egyfajta finomságom, és gyerekkoromban is írogattam, és mindig szerettem volna egy, 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 tiszta állapotot megőrizni magamban, és ezért egy objektivitást, és ezért bent ezekben a mi környezetekben, Igazából leültem, és akkor a gondolataim már papírra vetettem, és hát ilyen formában. Hát gyakorlatilag ennek ez a története. Aztán a későbbiek folyamán ö, ö, a te óriási segítségeddel gyakorlatilag ö, megfogalmazódhattak, kikerülhettek a, 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 a költemények. Ilyen ilyen a költ, formában. Így, igen, igen, igen. Hát gyakorlatilag ez nincs nagy ö, története, annyi csak, hogy, ö, hogy őszinte legyek, hogy. Egy embernek több arca van. És én mindig szerettem megélni az arcomnak minden formáját, mert létem, mert hozzám tartozik, és nem akartam megfolytani ezeket a dolgokat, amik benne vannak, és ez a fajta adottság, ez a fajta érzékenység ez a fajta képesség, ez szintén kifolyt. Meg akartam fogalmazni magam mindent. Nagyon sokkal egyébként eleinte kibosolyogtak ez miatt a dolog miatt. Különösebben nem zavart, mert elfogadtam, hogy ilyen az északai élet, hogy na majd ezen mosolyogni fognak, nem volt vele probléma. De aztán meg kifejezetten imádták. Igen, Én... nagyon, sok, nagyon, nagyon sokan. sokan. Nagyon sokan. Figyelj, Gyuszi, a modern fogalommal élve, YouTube csatornát érdemlő élettörténeted van. Tehát ez. Én imádom, örülök, hogy belekostolhattak a nézők is, ha akarják, akár tudunk ennek majd folytatást is eszközölni. Én így a végére kérhetek tőled valamit? Elmondod uh, itt uh, nekik a boholcot? Uh, persze, persze, hogy ne. Jó, srácok, akkor kezdődik a boóc. A bohóc. Gyermekkoromban mindig bohóc szerettem volna lenni. Az embereket harsányan nevettetni, kemény kapagot fejembe tenni és nagy krumpliort óromra helyezni. Tetszett esetlen mozgásuk abban a nagy csámpár cipőbe, és ha megláttam őket, harsány kacajba törtem. Bohóc! Azt mondtam, az leszek a felnövök a legnagyobb a bohóc, kit majd tapsijar köszönt. És ki szomorú, azt megnevettettem úgy, hogy szemeiben könycseppek lesznek. lassan az életnek viharában felnőttem, és a bohócokat, a nevettetőket elfeledtem. Mégis gyermekkori álmom teljesült. Bohóc lettem. Nem az a bohóc, ki ki van kenve. Nincs rajtam nagy csámpás cipő, mozgásom mégis csekledező. Ezért a mókáért nem kapok tapsihart, és nem dobálnak körbe világokkal. Néha kicsúfolnak a hátam meget, vagy mondják, nézd a szerencsétlen, Bohóc. Az lett. Az életnek bohóca. A legnagyobb bohóc. A bohócnál. Bohóca. Tessék, tapsújhár. Köszönöm. Köszönöm, Gyuszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm Nagyon aztán. élveztem a beszélgetést, és uh... Hát mi tartjuk a kapcsolatot, ha a nézők meg akarják, akkor eszközünk majd folytatást, illetve szerintem nagyon működne egy olyan dolog, hogy ezeket, akár ezeket az élményeket ilyen videóba foglalva, egy csatorna formájában átadni. Nincsenek rá képességem, Laci. Ez, ez, ez a fajta... Ö... Ez rám vár. Igen. Nem, nem az én. Ö, ö, Nincs ö, nem, Szóval, igen. Jó. Ezt neked kell majd Jó, rendben, oké. Okay. Köszönjük, hogy néztetek minket. Ez volt a podcast, ami Dopecast. Sziasztok! Nem sokára jövünk megint. Sziasztok!